pocagás bulvár, könnyeknél a sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Hogy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem Dabi Tibi zenész. Szia Tibi! Szia! Sziasztok! Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát azt gondolom, hogy ezzel a zenész szóval összefoglaltam a te életedet, hiszen te zenélsz, énekelsz, most már azért mondhatjuk, hogy egy-két évtizede a pályán vagy, ugye? Hát vagy három, igen. Most már harmadik? Bizony, 31 éve, hogy a pályán vagyok. Azóta foglalkozok legalább a zenével, igen. Honnan jött nálad ez a zene szeretet, vagy a zenéhez való affinitás? Ó, hát ez már nagyon korán. Megmondom őszintén, óvodás koromban döntöttem el, hogy zenészénekre szeretnék lenni. És ez véghez is vittem. Te ütötted a kis dobot, és mondták, hogy Tibike, te milyen jól énekelsz, próbálkozzál. Hát ütöttem én mindent. Hát énekeltem Bonnie and dalokat, meg mindenféle elszasolokat, ilyen világslágereket. Hát persze ilyen bikicsirály szinten, de azért énekelgettem. Volt annak idején a Csepelre jártam a vodába, mi Szigetszent Miklóson lakunk. Édesapám csepeli volt, de most nem is ez a lényeg, hanem ugye Csepelen dolgozott édesanyám, mert mellette volt egy óvoda, meg oda jártam. Na, és a buszon még annak idején voltak ilyen kalauzülések. És addig vertem a hisztit, még nem oda be nem ülhetem, mert nem mindig lehetett beülni, mert nem volt, nem használták, tehát már ki volt iktatva, de nem volt már ilyen kalauzott. Így az, de ott maradt egy pár évig még ez a kalauzülés, vagy micsoda. Uh-huh. És aztán, de mindig bent ült egy gyerek. Tehát addig sírtam, míg ki nem jött szegény. Bocs, most utalom bocsánatos kérdés, de haragudj. Na, a lényeg az, hogy oda beültem, voltak ilyen gombocskák, és akkor így nyomogattam, most pedig az egyes dal következni, mert a kettes, és akkor énekeltem, hogy Sony Emotion, sállalalala. Aztán persze volt olyan, hogy... Akkor még nem volt annyira erős az angolod, mint mostanában. Hát most már azért nagyon kemény, azért rágyúrtam, tudok is neked énekelni, hogy van Yesterday All My Trouble Seems So Far Away, na? Na? Hát figyelj, gyakorlatilag jó, mint az eredeti. Night looks as over, hirdésztem, hogy ott már viccelek csak. Félretéve a viccet, családban volt egyébként zenész előtt, vagy te vagy az első, aki? Volt a, hát tulajdonképpen nem zenész, nem abból élt. Én a, hogy is mondjam, hogy kitől örököltem, mindenkitől. Mert nálunk a édesanyám családja, édesanyám, nagymamám, szülei, és édesapámnak a nagyszülei is, mindenki gyönyörűen énekelt. Még azt kell mondani, hogy jobban, mint én. Tehát, hogyha együtt bulisztunk annak idején, hát édesapám hogy legalább 4 oktávot énekel, de tényleg eszméletlen, magasan, tisztán. Én így csodáltam érte. Ő villanyszerelő. És közben énekel. És közben énekel, de csak így bulikon, amikor összeértünk, és soha nem érted. De nem volt benne ez, hogy ő szeretne zenével foglalkozni, az Isten tudja. És édesem szintén gyönyörűen énekelt, meg ma is. Nálad ugye nem csak ének volt, hiszen te hangszeren is játszol. Igen. Azt még elmondom, hogy a nagypapámnak citenát faragott, és saját magad behúroztam minden, és akkor ilyen születésnapokon, családi összejöveteleken ottan hozogatta, vagy pengedgette ezt a történetet, úgyhogy onnan jött. És kis Tibi meg közben énekelt. Hát, akkor én még nem, de így volt ez a történet. Szóval milyen hangszere játszol? Én tulajdonképpen a fő hangszer a billentyű, de hát nagyon szeretek dobolni is, de csak úgy szeretek. Egy picit a basszusgitárba is belenyúkáltam, de az nem az erősségem, úgyhogy nagyjából tangó harmadika tényleg azt is. Azon is alapvetően te szóló zenész vagy, vagy inkább így együttesbe szeretsz mozogni? Is. Tehát az esetek 90%-ában, hogy egyedül járok, már most már inkább zenekarra, de körülbelül 30 évet úgy egyedül nyomtam 90%-ban, és mindig volt egy zenekar, egy ilyen rockzenekar. Uh-huh. A rockzenét azt nagyon szeretem, és velük ilyen Led Zeppelin, AC/DC, tudok jól magasan énekelni, és akkor ugye éltünk is a lehetőséggel, hogy ilyen dalokat ugye feldolgoztunk, vagy hát megtanulgatunk, és akkor nyomatunk. De alapvetően azért te az ismertséget, amit mondjuk a televízió által nyertél, nem a rock hát az zenével nem, érted el. Nem. Hanem inkább azért a mulatóshoz áll közelebb talán a temőföld, vagy a pophoz, nem is tudom, hogy inkább hova. Hát nem is igazán a mulatos, egy picit ilyen latinos, mondjuk most ez a Húz rá, hadd szóljon című sláger, az inkább olyan mulatos, diszkos mulatos valami. Most egy picit azt gondolom, hogy jobban a diszkó irányába, poppos diszkó, a fene tudja, valami ilyesmi.
Jónom, egy fellépésen, falunapon, városnapon, ilyen helyeken azért inkább ezt az irányt szeretik tőle, nem pedig a kemény rockot. Hát azért beszoktam csempészni mindig az utolsó dalokban egy-két ilyen rockzenét is. Tehát azért ez egy ilyen kuriózum, hogy lemegy ez a, szoktam ilyen feldolgozások, hogy Máté Péter, Korda György, Reptér, stb. Meg a saját szerzemények, és amikor már ugye a vége fele járunk, akkor azért úgy egy észidészít van, hogy becsempészek, és akkor az úgy felfigyelnek az emberek, hogy hogy jött ide, de általában beszokott jönni. Addigra már fel van hevítve a közönség, gondolom. Meg ez egy különleges dolog, tudod, hogy lemegy, amit úgy várnak tőlem, és akkor hogy került ide, vagy egy kártágot, és senki lány apánk, úgyhát úgy becsempészek. De egyébként szoktunk mi a rockzenekarral is fellépni. Tehát legutóbb ugye a Sziget-Szent Miklósi ajánlóson kimondottan rockzenét játszottunk, akkor egy ilyen felkérés volt, hogy azt szeretnék, hogy mert tudják, hogy én rockzenét is játszok, de legyünk őszintén, idézőjelben az egy ilyen hobbi szintű történet. Tehát nem az a fővonal, ez tényes volt. Te tulajdonképpen mindennel foglalkozom. Mindennel, persze. Annyira mindennel, hogy hát nem is olyan rég futott a tévébe a Király című televíziós sorozat, amiben néhány pillanatra te is felvillantál. Jól láttuk ezt? Jól láttad. Hát egy pár másodperc erejéig szerepeltem a filmben, de ezután én szeretném megköszönni, hogy rám gondoltak, úgyhogy megtisztelve érzem magam, hogy szerepelhettem. Hogy jött az a lehetőség? Szambó Jimmy filmben. Hát nem emlékszem rá, egy ismerősöm hívott fel telefonom, hogy lenne kedvem szerepelni a Szambó Jimmy filmben, mint zongorista. Mondom, hát hogy a vihar van-e? Nem volt testidegen a szerep tőled? Tessék? Nem volt testidegen a szereptől. Nem. Zongora mögéből. Hát nem. Úgyhogy, hú, de nagyon meg voltam lepve. Azért ez számomra elég nagy dolog. És gondolom, vártad otthon, mikor jön el az a pillanat, ahol te föltűnsz. Ott ült a család. Hát megmondom őszintén, azt hittem, hogy kivágják, mert nézegettem így a sorozatokat. Hát mondom, nem vagyok benne. A fenébe is, na mindegy, lehet, hogy beleset esznek. És az utolsó részben, hát mit ad Isten, bár azt nem is néztem, mert ott már feladtam, hanem egy ismerősöm felhívott, hogy te, van egy srác, aki tökre hasonlít, mint, olyasmi, mint te, és nagyon hasonlít rád, és a Szabó Jimmy Fels ott zongorázik. Mondom, hát tényleg? Hát az én vagyok. Annak idején egyébként te ismerted Jimmy-t személyesen? Hát nem. Mert azért területileg viszonylag egy helyen voltatok, hiszen igen, nem. Nem volt szerencsét hozzá. Nem volt szerencsém hozzá, sajnos. Hát, ez most már így alakult. A Krisztiánt igen viszont. Na. Tehát vele többször is felléptünk, már nem úgy, hogy együtt, hanem úgy egymás után beszélgettünk, nagyon szimpatikus. Viszont azt gondolom, most kicsit el kéne mennünk zenélni, hiszen hallják a hallgatók, hogy milyen dalokat is hoztál te nekünk, melyik legyen az első dalod? Legyen a Húz rá, hadd szóljon. Hát akkor hadd szóljon. Oké. Születtem, ezt adta a jó Isten, hát éneklem is a nótát. A vidámat örömmel, a bus nótát érzéssel is szeretem a muzsikát. A vidámság örökké tart, a bus lakoszt majd megvigasztal. Csak mulas táncolj, énekelj, ne törődjünk semmivel, a jókedv sosem múljon el. Húzd rá, hagyd szóljon, a hegedű is sírjon, aki itt van, táncoljon az áldóját. Na húzd rá, hagyd szóljon, minden pénzem rászórom, úgy szeretem, hogyha húzzák a nótát. Hát húzd rá, hagyd szóljon, a hegedű is sírjon, aki itt van, táncoljon az áldóját. Na húzd rá, hagyd szóljon, minden pénzem rászórom, úgy szeretem, hogyha húzzák a nótát. Járom én a világot, a falut meg a várost, énekellem a nótát. Öreg gyermek, fiatal, nekik szól az összes dal, nagy örömmel fogadják. A vidámság örökké tart, a bus lakoszt majd megvigasztal. Csak mulas táncolj, énekelj, ne törődjünk semmivel, a jókedv sosem múljon el. Húzd rá, hadd szóljon, a hegedű is sírjon, aki itt van, táncoljon az áldóját. Na húzd rá, hadd szóljon, minden pénzem rászórom, úgy szeretem, hogyha húzzák a nótát. Hát húzd rá, hadd szóljon, a hegedű is sírjon, aki itt van, táncoljon az áldóját. Na húzd rá, hadd szóljon, minden pénzem rászórom, úgy szeretem, hogyha húzzák a nótát. We'll be right back.
hogyha hozzád a nótát. Na húzd rá, hadd szóljon a hegedű is sírjon, a két fan táncoljon az ádóját. Húzd rá, hadd szóljon, minden pénzem rászórom, úgy szeretem, hogyha hozzád a nótát. Úgy szeretem, hogyha hozzád a nótát. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is a Szószátját hallják, vendégem Dabi Tibi, jó magam pedig Szűcs Balázs vagyunk. Ott fejeztük be az előző blokkot, hogy filmszínészként is, ha nem is túl nagy szerepben, de debütáltál ugye az Ámbó Jimmy filmben. De egyébként alapvetően egy sokoldalú pali vagy, hiszen azért neked van egy civil életed is a zenélés mellett, ugye? Mikkel foglalkozol, igen. Foglalkoztál eddig? Hát őszintén szóval éppen én 90%-ban zenéléssel foglalkoztam. De mi az a 10, amikor nem zenélsz? Akkor? Csajozol. Hát persze, dehogy is, nem. Hát azért a szakmában mindenki tudja, Tibi nagybika, hiszen nem, három nem, gyerek, három asszony. Atya, úristen, ne csináld már ezt velem. Volt a múltban, de természetesen igen. Most már az utolsó asszony mellett, mint hűséges férj élsz évek óta. Persze, hát hogyne. Ezt ő is tudja? Hát azt hiszem, persze, tudja. Nem merek semmit mondani, mert nem vágja a poénokat, érted, aztán még bajba kerülök. De no, hűséges vagy persze. Hűséges vagy egyébként, meg hát én azért láttalak a feleségeddel is fellépni, azért látszik, hogy megvan köztetek a kémia, szeretitek egymást. Persze, persze. Ő egyébként a zene révén jött az életedbe, vagy te vetted arra rá, hogy ő is énekelgessen? Hát igazság szerint én úgy ismertem meg, hogy a édesapja, mutatom a nevét, ugye, Birdi Lajos, ő szintén egy elég jó zenész, barátom, és akkor tulajdonképpen mi együtt zenéltünk annak idején, így régen. És addig-addig zenégettetek. Addig-addig, aztán ugye bemutatta a lányát, hogy a lányomnak milyen jó hangja van, hozzuk el, meg minden, hogy mit szólnál hozzá. Még ockodtam, és hogy hát én nem is tudom, de hát nem gondoltam, hogy jó énekel, hát mondom, hát ha, de nem, jó, hát akkor legyen, és elhoztát, ott aztán fölbegyük az ezzet a lábon, gyönyörűen énekel a Kati. És akkor így ismerkedtünk meg, aztán hát ugye. Szerelem lett, ugye apuka meg nagyot nézett, hogy azonja. Három gyermeked van. A igen. Gyermekeid közül viszi valaki tovább a stafétát? Tehát elindult valaki ezen a irányba? Hát, én nem erőltetem ezt rájuk, de pedig én úgy érzem, hogy tehetségesek. Hát a nagyfiam szerintem nagyon gyönyörűen énekel. Én nem igen hallottam, hanem volt egy ilyen sok-sok évvel ezelőtt egy iskolabál vagy valami, ahol én nem tudtam részt venni, pont muzsikáltam valahol, sajnos, ugye ez így alakult. De akik ott voltak, így ismerősen mondták, hogy te a fiad énekelt, és tök olyan hangja van, mindenked van, a ne hülyéskedj. De én sajnos nem hallhattam aztán, amikor beszélgettem vele erről, hogy mit szólná hozzá, hogyha esetleg elkezdenék egy-egy foglalkozni, nem nagyon érdekelte. Pedig még egész jól kezdett dobolni, és nekem ugye otthon volt egy ilyen berendezve, egy ilyen próbaterem, gitárok, meg dobok, meg minden szintezátorok, és akkor ott néha leült. Hát nem azt mondom, hogy hú de profi szinte, de az képest, hogy csak úgy elsőre leült a Márk fiam, hát azért úgy néztem egyet, hogy hát hozta tempókat. És mondtam is neki, hogy figyelj, tehetséges vagy, csináld ezt, fiam, én annyira örülnék neki, de nem. Hát talán ezen az pont egy olyan dolog, amit nem lehet erőltetni, tehát az egy szerelem, ha így akarod van. És szereted, akkor csinálod, de az rád erőltetni nem lehet. És két kisebb gyerkőc? A lányom, Niki, Dabi Niki, ő pedig inkább a tánc, őt az érdekelte. Sajnos most abban hagytam, most röptablázik, inkább a sport, de hát ő sem nagyon foglalkozik a... Szokott úgy énekelgetni így maga, ami mit tudom én, hogy a szobába bezárkozik, és énekel, minden, de őt inkább a táncénekel. A legkisebb pedig még csak 5 éves. Igen, ő viszont a Martinka, hát megmondom, hogy imádja a hangszereket, tehát már 3 éves korában is énekelte a dallamot, tehát hallott valamit, és úgy rendesen hangneme volt, jó, kicsit alul intonál, de hát mégiscsak 3 éves. És nagyon meglepődtem rajta, hogy de hát érdekli, tényleg. Akkor fog még közösen föllépni a Dabi család, nem? Hát, apu, anyu, gyerek. Hát igen, volt ilyen egyébként a Jesse műsorban, a Tuti Buli Jesse-vel, hogy feljött a színpadra Martinka is, csak sajnos a gitárt otthon hagytuk, úgy egy pliskutyát pengetett. Hát. De az ő korában ez meg belefér. Persze, belefér. Én még egy zsiráfot. Na nem. No, mik a tervek az idei évre, hiszen lassan indul a szezon. Mennyire vannak felkéréseid? Mennyire van már érdeklődés? Hát alakulgat. Egy-egy falunak már úgy bejött, meg ugye Tasra hívtak, ezután is köszönöm szépen polgármesternek, és aztán, ha jól emléksz, most nem akarok hülyeséget mondani, mert nem, ott a naptárban be van írva, hogy még hova megyek, de fejből nem tudom. Hát úgy alakulnak azért.
Az előző éveket egy kicsikét nehezen élték meg a zenészek a korlátozások miatt. Neked hogy alakult az időszak? Hát az a helyzet, hogy nekem mázlin volt, mert ugye a Sipos étterembe Budám, már így, tehát sok-sok évvel ezelőtt is felkértek, már úgy értem nem, tehát ugye 2015 környékén, hogy szeretnék, hogy ott én legyek állandó zenész, egy pár órát ott mindig így hétvégenként lépek fel, de hát kimondottan külföldi vendégek jöttek, és hát ugye külföldi dalokat kell volna énekelni, ugye. Nem az erősségem. Énekelek egy 10-20 külföldi dal, de igazából inkább magyar slágereket, meg a saját dalokat. Így aztán így nem feleltem meg, de amikor jött ez a pandémia, akkor nyilván nem jöttek a külföldiek, és akkor felkerestek, hogy na, Tibor, most gyere. És hogy akkor, hát így azért ezt így én megúsztam. Tehát akkor lett ott egy állandó helyem, és így akkor mégis. Megugrottad. Hát igen. És mivel foglalatoskodsz, mikor nem zenélsz, nem hát csinálsz semmit, van-e hobbid? Imádok kertészkedni. Főzni is imádok, tehát ugye azért elfoglalom magam. De én mindig jövök, megyek, tehát viszem a gyereket óvodába, asszonykát, ugye meló, meg minden, akkor megyek a gyerekért, stb. De nincs ilyen, hogy unatkozom otthon, és mit kell csinálnom. Egyáltalán pörgök, hát soha nem unatkozok, túl is hajtom magam. Meg ha tehetem, azért megyek le tassa a szüleimhez, akkor hétvégén jön a kislányom, vagy most már nagylányom, bocsánat. Úgyhogy mindig úgy eléggé el vagyok havazva. Meg ugye dalokat írok, ugye az se megy csak úgy pippak. Valamikor megy, ugye tudod, jó, hogy egy pár perc alatt megírni slágert lehet, de valamikor meg 20 dalt írsz, aztán tetszik, másnap meghallgatod, és a kuka az egész, tehát. Ugye el vagyok eléggé. El vagy. Ó, jaj. De úgy látom, neked ilyen teljes kerek az életed, megvan benne minden, amit szeretsz. Hát mondjuk inkább túlhajtott, úgy mondanám, tehát, hogy mindig sokat vállalok, tehát, hogy, és türelmetlen ember vagyok, uh-huh. Hogy rettenetesen egyébként. Már gondolkodtam is, hogy orvoshoz fordulok, pszichiáterhez, ezt nem bírom tovább. Tehát bárminek neki kezdek, már azt nézem, hogy mikor lesz az eredmény, tehát nagyon rossz tulajdonság ez. Bele gyomoridegen van mindig, hogy ez nincs kész, az nincs kész, és stúdió, stb. Hú. Igen. Hát ezen mindenképp változtass. Minden esetre ma én megköszönöm, hogy eljöttél hozzánk, sajnos az adási időnk itt véget is ért, de természetesen egy Dabi Tibi dallal búcsúzunk. Melyik legyen az? Legyen a szerelmedre. Vágyom. Már nem a te szerelmedre. Remélem is, hogy nem nekem mondtad. Mindenesetre Tibi, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és búcsúzunk már. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sziasztok! Szerelmes lettem beléd. Nem hittem a szemnek, hogy ilyen létezhet. Lábaim remegtek. Szerelmes lettem beléd. Elindultam némán, hozzászóltam bénán. Álltál és néztél rám. Mosolyogtál. Azt mondtad, hogy jól van. Boldog voltam nyomban. Hittem minden jóban. Szerelmes lettem beléd. Szerelmedre vágyom. Remélem nem álom. Érdemes rád várnom. Ahogy megölellek, rögtön mindent érzek. Hatalmasan dobban a szívem. Nem is olyan régen a randira készültem. Fényképedet néztem. Szerelmes lettem beléd. Lenn a Duna partján. Öleltelek némán. Holdfény mosolygott rád. Szerelmes lettem beléd. Súgdoloztam halkan. Az igen szóra vártam. Aztán jól megkaptam. Mosolyogtál. Azt mondtad, hogy jól van. Boldog voltam nyomban. Hittem minden jóban. Szerelmes lettem beléd. Szerelmedre vágyom. Remélem nem álom. Érdemes rád várnom. Ahogy megölellek, rögtön mindent érzek. Hatalmasan dobban a szívem. Az oltár elé érve megláttalak téged. Végre hófehérbe szerelmes lettem beléd. Azt mondtad, hogy jól van, boldog volt.
voltam nyomban, hittem minden jobban. Szerelmes lettem beléd. A buli után reggel suttogtál a csendben, hogy nem vagyunk már ketten. Mosolyogtál. Van így bőven dolgom, de nem lesz semmi gondom, míg élek csak ezt mondom. Szerelmes lettem beléd. Szerelmedre vágyom, remélem nem álom, érdemes rád várnom. Ahogy megölellek, rögtön mindent érzek, hatalmasan dobban a szívem. Móka, kacagás, bulvár, könnyeknél a sírás. Sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már.